mennyire tudsz választ adni magadnak reggelente arra a kérdésre, hogy mi a francnak keltem fel? Minek nyílt ki a szemem? Minek vagyok én? Mi az én életem értelme? Mi az én igazi miértem? Mennyire tudod ezt megfogalmazni? Egész egyszerűen, mint emberi lényeg, célorientált lények vagyunk. Kell a boldogságunkhoz. Az első és egyik legfontosabb az az, hogy legyen egy miérted. A másik, hogy végigmenj azokon az akadályokon, amik a miértedhez vezetnek. Mert az akadályok nélkül nem tudnál örülni. Te élveznéd azt, hogyha az életedbe előre tudnál mindent? Nem. Ha nem lennének kihívások. A miértedhez, az úton kellenek ezek. Attól lesz igazán sikerélményed. Azt hívjuk sikerélménynek, mert ha nincsenek kihívások, akkor unni fogod az életedet. Ha unni fogod az életedet, akkor elindulsz egy negatív spirálon. Ha elindulsz egy negatív spirálon, akkor meg fogsz halni. Először csak mentálisan, utána elkezdesz testileg is leépülni. Mindegy, teljesen mindegy, hogy mi, csak legyen egy a miérted. Addig keres, és amikor nem találod, minden rendben, de legalább már tudod, hogy mennyire fontos. És ne bánts magad azért, nem találod. Nekem nincs miértem. Mindenkinek van miértje. Mindenkinek lehet miértje. Hányszor látok olyanokat, hogy teljesen már fanatikusnak titulálják őket, amikor valaki egy ügy mellett kiáll. És olyan energiája lesz, hogy egy város lehetne vele világítani. Már önmagában az, amikor elkezded keresni a miértedet, és nem bántod magad, már attól jobban érzed magad. Fontos, hogy legyen előtted egy cél. Örülök, hogy megnézted ezt a videómat, remélem tetszett. Ha igen, akkor oszd meg a barátaiddal, illetve arra biztatlak, hogy iratkozz fel a csatornámra, hogy első között értesülhess az új videókról. Kívánom, hogy rengeteg fejlődést hozzanak ezek a gondolatok az életedben, a következő videóban találkozunk.